145 éve, 1875. november 25-én Kecskeméten született Thiringer Ferenc műlakatos mester. Szakmája gyakorlati és elméleti alapjait az ország egyik legkiválóbb mesterénél, Jungfer Gyulánál sajátította el. Majd tudását Európa több városában dolgozva mélyítette el. 1907-ben telepedett le, és ezt követően 4 évtizeden át élt és alkotott Kecskeméten. Kezdetben apósa Székely Sándor lakatosmester műhelyében dolgozott, de rövidesen az élvonalba került, és a helyi iparos társadalom szerény, halkszavú, de annál inkább megbecsült vezetője lett. 1925-ben az ezüst koszorút, 1928-ban pedig az első világháborúban hősi halált halt ipartestületi tagok emléktáblájáért a szakma legnagyobb kitüntetésének számító aranykoszorút kapta meg. Műremek munkái napjainkban is a híres város díszei. Kovács Oltos alkotásai a Református Új Kollégiumban, a Katona József Gimnáziumban, a Barátok Templomában és a Szent Háromság temetőben egyaránt láthatóak. 1947. októberében Kecskeméten hunyt el.